Köszöntöm a kedves nézőket, Horváth Kármen vagyok. Műsorunkban figyelmükbe szeretném ajánlani a Nemzeti Ünnep programjait, valamint a Zente Ferenc Színház márciusi premier előadását. Nemcsák Károly és Tolcsvai Béla prózákból és megzenésített versekből összeállított ünnepi műsorát láthatják az érdeklődők a Zente Szalomban március 14-én 16 órától. A műsor a Kamara Szerda programja. Kedvezményes jegyek vásárolhatók a Színház jegypénztárában. Szintén március 14-én 14 órakor koszorúzási megemlékezést tartanak Somoskői István honvéd százados sírjánál a Somoskői régi temetőben. Emlékező beszédet mond Molnár Károly önkormányzati képviselő. A műsorban közreműködik a Salgótarjáni Tájakkorok Múzeumok Klub Egyesülete. Salgótarján megyei jogú város önkormányzata és a Nógrád megyei természetbarátok társasága Petőfi Sándor emléktúrát hirdet a Salgó vára alatti sziklafalon elhelyezett Petőfi emléktáblához. A túra március 15-én 7 óra 30 perckor és 7 óra 50 perckor indul a kempingtől. Az emléktáblánál 9:30-kor emlékező beszédet mond Dániel Zoltán alpolgármester és Józsa Gábor a Nógrád megyei természetbarátok társaságának képviselője. A megemlékezés koszorúzással zárul. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékeznek március 15-én 11 órakor a múzeum téren. Ünnepi beszédet mond Fekete Zsolt, Salgótarján megyei jogú város polgármestere. Az ünnepi műsorban közreműködnek a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsis Mihály szakközépiskolája és szakgimnáziumának tanulói, a Salgótarjáni Mackóvár központi óvoda Eszter Lánc tánccsoportja és a Sályi Petőfi Sándor tagiskolájának kórusa. A megemlékezés koszorúzással zárul a Széchenyi szobornál. Március 27-én 19 órától újabb premiért láthatnak a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházban. Jean Cocteau öt csillagos drámáját a rettenetes szülőket Gyuriska János rendezi. A darabban rengeteg szál képes összegubancolódni a fiú, a lány, az apa, az anya és a nagynéni jóvoltából. A szereplők Kökényesi Ági, Kovács Vanda, Jakab Csaba, Bánfi Kata és Farkas Zoltán. Szólójegyek még kaphatók a Színház jegypénztárában. Az Apolló moziban többek között a Lady Bird című vígjátékot láthatják. A kaliforniai Sacramentóban vagyunk 2002-ben. Lady Bird teljesen olyan, mint a szeretettől túláradó, megrögzötten makacs és határozott anyja, Marion, akivel örökös harcban áll. Marion nővér és váratatatlanul dolgozik, hogy ellássa családját, miután Lady Bird apja elveszíti az állását. Az amerikai gazdaság szeszélyes változásainak közepette játszódó történet érzékeny tükröt tart a kapcsolatoknak, amik formálnak minket, a hitnek, ami meghatároz minket, és a páratlan szépségű helynek, amit otthonnak nevezünk. A rendezvényekről bővebben tájékozódhatnak a www.stkult.info weboldalon és a Tarjáni műsorfüzetben. A programokhoz kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánok!